Sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a tartalom? A mostani videóban kérdésekre fogunk válaszolni. Pozitív kérdésekre fogunk válaszolni. Hát még megpróbál negatív kérdésekre is válaszolni, de sajnos, hogy ez nem igazán jó. De mindenhez is válaszol. Nagyon szépen megköszönöm a kérdéseket, tényleg nagyon jó volt olvasni. Mi a negatív amellettől is megköszönöm, első a pozitív kérdéseket nagyon szépen megköszönöm. Igaz, hogy azt hittem soha nem lesz vége, már lassan, azt hittem már lassan meg is fakul, már nem látom már olvasni a szóval. Legközel úgy csinálom, ki fogom noptatni a kérdéseket, és papíron fogom felolvasni. Na minden, akkor most vágunk is be. Igen, kezdjük is el, akkor először is nézzük is meg. 159 hozzászólás. Mielőtt elkezdeni beolvasni a legelső kérdést. Roland, mi volt Zoli bácsi a legjobb és legrosszabb a munkahelyen? És miért? Mi volt neked a legjobb, legrosszabb? Mindig azt mondod, hogy kezdjük a rosszal. A rossz volt, mikor elvégeztem a rossz iskolát, elvégeztem, rossz általános. Rossz volt, mikor belekezdtem gyógyszertartásba, állattartásba. Főleg testvére, család, rokonnal, nem jó dolgozni. Nem jó, én már azt tapasztaltam. Bárki, bármi mond. De minden. Azt hittem, hogy állattartásban meg lehet élni. Hosszú évet itt csak kínlódtam, nem lett belőle semmi. Egy biztos, hogy még egyszer születni állattartásban biztos, hogy nem kezdem be. A másik nagy baj, hogy szeretem az állatokat, én nem szeretem, amikor le kell válni. Ez a legrosszabb, ami létezhet. Ami rossz volt mi az életemben, a legutolsó munkahely, ahol katonaságrendet akarnak, már a munkahely az mégis nem a hadsereg, azért mégis valahogy jó, szükség van a szabályokat, de azért valahogy mindenhol meg kell tartani a mértéket, meddig lehet elmenni. Tényleg mértékesség manapság világban ez már nem nagyon létezik. Hát tényleg úgy nem jó, hogy tiszta katonás szabályozat úgy dolgozni, igen, akkor mi. Nem jó dolgozni teljesítményben, az, hogy nem jó, elromlik a gép, akkor mi rossz, igen, akkor ember nem kell semmi. Hát ezek nem jó. Nem jó az, hogy rossz a társaság, rossz a vezetőség, az, hogy minden rossz, hogy tényleg mennek álkodni, mennek, ami most ezt azt mondom, nem szeretnék kimondani, de minden, az is megy. Ezek dolgok nehéz, rossz a társaság, rossz a munkahely, minden. Ahol megy a állapodás, ez nagyon nem jó. Hát ami jó a munkahely, jó a társaság, közösen tudunk dolgozni, és akkor szerintem az a legjobb ember orrabébe dolgozni, ami biztos megvan az, ami megvan a pénze. Az jó, mikor jó ember nem gyomó idegen megy be dolgozni, nem fény bemenni dolgozni, az nem kell félni, az jó, és nem kell az, ami munkahelyi probléma. Az nagyon jó. Ez így jó dolgozni. Akkor nézzük a következő kérdését, Roland. Zoli bácsi, mi a véleménye a jogosítvány szerzésre? Ja, ami előtte volt egy kérdés, nem választottam meg, elnézést. Zoli bácsi volt katona. Na én is hála Isten a katonaságban megúsztam, már lehet jobb lett volna, lettem volna katona, nem tudom. De ezt valahol alkalmatlan találtak. Egyébként most visszatér el a kérdése, hogy a jogosítvány kéne szerezni. Hát én már elmúltam 50 éves, én már azt mondom, hogy jó, jogosítvány lehet megszerezni, te megszerzel a jogosítvány, minden ott vagyok 50 éves, vagy nem 60 éves, és aztán ott leszek, igen, én is ott leszek, hogy 60-70 éves, és mikor megszerzel a jutin, akkor már 70 éves leszek. És szerintem azt mondom, hogy 70 évben én minden 70 éves embertől már én elvenni a jogosítvány. Én már azt mondom, hogy itt már nem nagyon biztonság a retfes, nem tudom meg a kockázatot, nem tudom figyelni. Én azt mondom, hogy én már jogosítvány nem tervezem. Ha láttam múlna, akkor idős 70 éves embertől is elvenném. Köszönöm szépen Roland a kérdésedet. Nagyon, nagyon hasznos kérdés. Akkor mehetünk is tovább. Butai Mátó. Kedves Zoli bácsi. Melyik napon van önnek a születésnapja? Melyik napon van nekem a születésnapja? Hát az kicsi magánügy lenne.
mi is csinál, megmondjam. Jó, csak elmondom, én már híjesség vagyok, én már nekem magánéletem nem nagyon van, nem minden. Csak mondta, azért még csak elmondom. November 4. Mondjuk is köszönöm szépen a kérdését, Márton. Eszti. Zoliba, az lenne a kérdésem, hogy mi volna a legviccesebb gyerekkorában emléke? Köszönöm, Eszter. Hát mi volt a legvicces emléke? Hát én tudtam elmenni játszani, Vinátúl játszani, vadugatosan játszani, akkor még kidobos, ad ember katonát, hát, mi tudtuk szabadban játszani, a mai gyerekekkel sajnosan nem igaz lehetséges, már a környezet is már nedó szemezett, én még meg tudtam engedni, hogy készítettem pozzapuskát, suzlit, nyilat. Hát igen, most nem szülő nem örül neki, elég veszélyesek, mert ilyen nagyon veszélyesek. Tehát gyerekkoromban az megvolt. De mindegy, köszönöm szépen ezt a kérdését, menjünk is tovább. Fejes Levente. Kedves Zoli bácsi, tiszteletre szeretném megkérdezni, hogy ön szokott-e gyors ételben enni, és mi a véleménye róluk? Vagy szívesen eszik vadász zsebregombócot. Nekem az a kedves étel. El is köszönöm szépen a megtisztelő válaszát. Hát nem tudom, mert jával nem volt. Nagyon szerettem a tübökő pizzériát, most is szeretem. De úgy látom, mostanában ennél jobban erősödik a vírus. Hát lehet most azt a gyors ételmeket, vagyis a pizzériákat félre kell tenni. Mert hiába te békésen dübögök pizzériában nagyon szerettem menni. Hát most elnézem, hogy megint nem lesz ott, nem lesz étel elmenni. Hát most egyre úgy veszem észre, jobb otthon főzni. Mert idei, mert egyre mint csak idei dübögökbe szoktam elmenni. Tehát inkább tényleg jobban szeretem. Otthon ételgettem maga a dübögő, az jó. Hát köszönöm szépen a kérdését, Levente. Menjük is tovább. Nagy Józsan. Hány hónap alatt kerüljük meg a Föld a napot? Hát, ez jó kérdés. Nem tudom, mi közel a videó info 1-hez, de mindegy. Hát, az ez a 360 val menni, nem tudom pontosan. De mindegy, köszönöm szépen a kérdését. József, akkor menjünk tovább. Figyes. Dénes. Mester, szokott-e lottozni? Ha nyerne a lottó, mondjuk 400 millió forintot, akkor mit csinálna? Hát nem tudom, először is betenni a bamba, aztán nem tudom, mit csinálnak, mivel. Te legfontosabb elkezdeni egy karanténbe, elkezdeni komoly videókat forgatni. Akkor menjünk tovább. Elköltözöl a másik városba. És ha igen, akkor hova? Hát biztos elköltözni, mert akkor biztos nem lakna a békésen, mert olyan, ha elköltözöm, van több lehetőség van. A videózása, hogy többen ki tudnak bontakozni, hogy tényleg komoly videókat tudnak készíteni. Külön költözöl édesanyjától. Nem, nem szeretnék külön költözni. Szeretne a felesége magának? Hát felesége már lehetne, melyik a egyvónai barátnő, vagyis élettárs. Ha már nem is nagyon divat már nősülés, már élettársi viszont a divat. Hát most erre válaszom. Ha igen, akkor milyen felesége? Vagy... Igen, akkor milyen felesége vágna? Hát... Aki szeret, olyan felesége vágnám. Hát olyan... Ott nagyon nehéz találni, már két ember kell ez. Folytatna az itteni munkát a YouTube. Igen, folytatna, semmiképpen nem hagyná abba. Szóval mi és hogyan több? Változtatna meg az életét, ha nyerne a milliókat. Hát biztos nagyon megváltoztatnám, biztos, hogy nagy terveket tudnék megvalósítani, ha nyernék. Köszönöm szépen Figyes Dóra kérdését.
Akkor Tamás, Teci, Tamás, neked speciális mód is tudod segíteni Zolibá. Nagyon szépen köszönöm, Tamás. Akkor menjünk kicsit tovább. Nagy Zsolt, Zolibá, önnek mi az álma? Mi az, ami el szeretne élni, meg meg szeretne valósítani? Hát ami én el szeretne élni, egy kalandfilm készítés, forgatás, akciós film, egy komoly videó elkészítése. Mégiscsak videózni szeretek. Meg egy kérdés. Zolibá, szereti a házi pálinkát? Hát jó, balasz pálinkát nagyon szeretek, csak egy kicsit nagyon dárga. Hát tényleg már sok-sok nincs balasz, mert az egy időjárás, hogy jégeső, vagy jég, vagy valami mindig lefagy, valami mindig elviszi a balasz termést. A jó panaszpánika meginnál. Köszönöm a... nagyon köszönöm a kérdését. Ádám Ferenc. A videó időtartama, hát 2 perc? Hát nem tudom, most nem tudom megmondani. Köszönöm a kérdését, Ádám. Gábor, Sebesi Gábor. Milyen képet lehet a híres mester? Azt nem mondanám ki, mappa gépén. Hát személyjogokat sajnos tiszteletben kell tartani, de a nagy híres sztárok vannak, magyar sztárok, hölgyeket. De nevüket nem mondhatom ki. De köszönöm a kérdését, Gábor. Ja, akkor... Ferenc, Zoli bácsi, ön fél a Covid-tól? Nem, én nem félek. Nem félek. Én attól félek, ami lesz utána. Hány ember elveszíti a munkát. Én nem a vírustól félek. De sok embernek tényleg megéletése lesz veszélybe. Attól jobban félek. Milyen véleménye a ön kommentekről, Bartokról? Hát... A jó kommenteket elfogadható, hiába rosszakat, figyelme kívül hagyó. Mi a kedves étel? Hát igen, füstölt, nem, sertés, füstölt, sonka megsütve. Jóga jó is van-e? Hisz az időutazásban. A róka jó van? Hát igen, időutazás, ez is jó kérdés. Hát lehet, hogy ember elje a fésemességet, ember már tényleg, hogy más bolygókon le tud telepedni, akkor biztos, hogy el tudjuk élni a fésemességet. Fésemességes, és aztán itt utazást is. Már űrben van, másképp telik az idő. Na minden, most tudom, már nem akarok bemenni. Köszönöm a kérdését, Ferenc. Miklós. Tiszta Zoltán úr. Érdekelne, hogy mennyi ideig tervez a videó gyártását. Azóta szeretnék gratulálni az eddigi elég sikeréhez. Nagyon szépen köszönöm, Miklós, nagyon kedves öntől. Hát, ha minden jó, mert mi lehet 70 éves kor, mi szeretnék videózni. Néhány pár, legalább 10 év biztos. Ha tényleg, hogy Isten is megengedi, a sors is megengedi, életben maradjak. Vagy az a tényező jával nem viszel. De mindjárt köszönöm szépen Miklós a kérdését. László, Duhányi László. Kedves Zoli bácsi, szeretném feleséget és vagy gyereket. Hát a barátom szeretném, te már 50 éves elmúltál, én már nem nagyon szeretném már gyereket. A jó barátom, aki velem egyetét, igen. Milyen kedves étel? Hát már mondtam, hogy füstösót, sót, sertés, sonka. Minden nap főz? Nem, minden nap nem szoktam főzni. Vannak családban, aki főz. Én nem, már nem minden nap, de az mégsem minden nap. Mik voltak az eddigi munkahelyen? Mik voltak az eddigi munkahelyen? Mik voltak? Hát voltak jó dolgok is, és voltak rosszak is. Mindig vannak jók is, és mindig vannak rosszak. Hát, sajnos a munkahelyekes az a bár, ahol itt minden van irisség. Ez mondjuk kicsit nem jó kellemetlenség van belőle, de vannak jó pillanatok, amikor
jó banda, jó csoport van el dolgozni, jó munkatársa. Sajnos az, hogy jó legyen munkatárs, munkája is jó legyen, ez minden összehangul, nehéz. Köszönöm László kérdését. Kis Gergő. Zoli bácsi, az lenne a kérdése, hogy amennyiben a kedves édesem egészségi állapotban engedi, mikor fognak együtt főzni? Hát elnézem, anyukának állapotban biztos nem fogja engedni, egészséges nem lesz már, 84 éves, az már nem lehet elvárni, egészséges legyen. Szerintem közös főzési videó már biztos nem lesz, nem hiszem. Szerintem nagyon tesz ennek az embernek, ha növelné a nézettsége. Szerintem nagyon tetszene sok embernek növelni a nézettsége. A legelgő, ez biztos lehet tényleg növelni, de egyszer anyukának egészségában nem teszi lehető, akkor nem lehet. Ügy, Gergő. Köszönöm szépen Gergő kérdését. Akkor menjünk kicsit tovább. Kovács Alex. Jó napot, kedves Zoli bácsi! Szeretnék kérdezni, hogy hová lett a régi csatorna, és vele együtt a videó. Hát most egy a régi csatorna láthatatlan. Azt mondja, mi lesz a sorsa, mi nem tudom, még gondolkodok ráta, mert megkérdezett az egész szakértő, hogy mi lenne jó. Mert tényleg sokan ellopták a videóban, lenyúlták, és feltöltötték, és azt hiszi, a YouTube-on az is, hogy én követek egy jogsét is, hogy nem tudom, én megbeszéljük meg valami szakértővel, mert mi lehet egy további dolga. Milyen kapcsolatban a videó nevű Dancsó Péter gondoló csatornával? Dancsó Péter csatornával? Hát, ezzel csak videó keresztül beszélgettük egymással. Hát most nem tudom, most biztos Dancsó nagyon el van fogva, nem ír rá. Lehet egy filmet forgatva, itt a RTL neki, nem ír rá. Ugye vissza fognak még térni a régi kelléket. Fűkasza, indukció, főző, sütőlap. Ezek biztos vissza fognak térni. Recsekészség, az lehet, hogy nem. Ez már ővel nem illik főzni. Már jó, hogy itt a stúdióban üve tudtam főzni, mert dohányzó este volt, más nem volt. Nem volt a stúdió. Ez sajnos biztos régiség, és nem fog visszatérni, ez sajnos. Borsák, ha szeretném visszatérni. Igen, Borsák, annyi szeretett volna. Köszönöm, ha válaszolt, és magát telefonon szokottál nézni. Nem, telefonon nem nézem azt. Minden jót. A nevem nyugodtan szerepelhet a videójában. Hát aki most kérdéseket tesz fel, azt hiszem azon mindenki hozzájárult, ahol a neve szerepelhet a videóhoz. A másik mondta, hogy nem kérdésé, ahol valaki jelkezzük, aki vállalja. Na minden, menjünk tovább. Kis Max. Hát furcsa név. Zoli bácsi, az lenne a kérdésem ön felé, hogy mi is küldte arra, hogy belekezdje a videózásba. Hát mi is több állta. Szerettem fotózni, szerettem tervezni, hát hiába valamit csinálni akartam, mégis valamit meg kell örökíteni, ma fotózásban megtaláltam, hogy lehet egy eseményt megörökíteni, és akkor végül már rendszerváltás után már századfotó után már rájöttem már a Moszkó kép az a divat, már a fotózás nem nagyobb, de én jobban szeretem fotózni most is. További sikerben gazdag videózást kívánok. Nagyon szépen köszönöm, Maszk. Na még egy kérdés. Kedves Zoli bácsi, hát ne aggódj, a neveit nem tudok kimondani. Videó e-mailben adva önéletre az a videójában elárulta, hogy ön 16 és 31 éves korá között egyáltalán nem dolgozott, hiszen csak 1999-ben
kezdte el a munkát a mégési télagyába. Ha nem tulalkotó a kérdése, munka előtt mivel foglalkozó? Ja, a Kovács család. Jó, most hogy beállítottam éget. Akkor, kedves Kovács család, nagyon szépen köszönöm a kérdését. Hát én tényleg jószágtartással foglalkoztam. Sajnos nem jött be, már családban foglalkozott. Próbálkoztuk el. Mikor elvégeztem iskolába, kezdtem hozzá, és egész hetel már nem század fordulni, de sajnos az nem jött be. Nagyon szépen köszönöm a kérdését. Hát igen, sajnos nem jött be a jószágtartás. Petra Parakovics. Kedves Zoli bácsi, mesélje egy kicsi magáról és családjáról. Kedves Petra, nem is tudom, hol kezdem. Megpróbál megválaszolni. Hát egészen röviden tudod megválaszolni. Először is anyám már élek, nőtlen vagyok, gyerekeim nincsenek. 52-53 éves vagyok, akkor még így is mondja, van egy bátyám, akkor van egy nővér. Hárman vagyunk testvérek, azt hiszem, hogy elmondtam a anyámáiek, hát az jó családi állatban annyit tudok mondani, az, hogy hol dolgoztam, az már egyszer már biztos elmondtam, ha nem, akkor el is fogok mondani, akkor nagyon szépen köszönöm a kérdését. Kovács Dóra, kedves Zoli bácsi, ezzős videókat fog készíteni. Ha nagyon szeretnék készíteni ezzős videót, csak most az a járvány miatt nem megyek elmenni ezzőterembe. Hát lehet talán, aki valami megoldás, ha valami mégis legyen ezzős videók, már azt szeretnénk csinálni, nem szeretnénk abba hagyni. Nagyon tesszett az ezzős is. Azóta is azokat gyakorlatra szoktam csinálni a fitness teremben. Hát mi működnek a fitness teremben? Nem, a jó, mi működik, de attól tartok, nem tudom. Na minden, végezz önnek a jávára, akkor biztos fogok ezzési videókat készíteni. Nagyon szépen köszönöm kedves Dóra kérdését. Vagy Nóra, elnézést. Menjünk tovább. Árpád, van egy valami nagy vágya, ami videózással szeretne elérni. Igen, mondtam, hogy egy kaland, vagy akciós filmet szeretné elkészíteni, vagy ilyen mozivált változatban is. Kedves Árpád, köszönöm szépen a kérdését. Erik, Kárpánás Erik. Tisztelete Zoli bá! Elteszene mesélni a legbiztosabb történet, ami magával történt. Hú, de most el nem nagyon elbiztos vissza a legbiztosabb történet. Hát azt hiszem, hogy voltak egy csoporttalálkozók, ami most hitel emlékeznek vissza. Az volt a legbiztosabb, mint történt velem. Hát néhány barátokkal, munkatársakkal jókat tudtunk nevetni, az nekünk nagyon jó volt, nagyon biztos. De milyen az a fontos, ember jól érzi maga. Ha nem érzi jól maga ember, akkor nem is semmi. Na akkor menjünk tovább. Második kérdés. Ha végtelen pénzem lenne, vagyis végtelen pénzem lenne, hová menne nyaralni? Hú, de Hawaii-ra, vagy nem is tudom, francia nyújjára. Hát nekem lejjj volna egy hovatolszal is. Főközi tenger. Mátra. Valamint még nem tudom. De Velencét biztos nem adnám ki. Hámékét is. Ha választhatna egy szuper képességet, mi lenne az? Hú, még elválaszolva. Hát nem tudom. Nagyon jó operátor szeretnék lenni. Mindent fel tudjak venni. Nem kéne magasságtól félni. Hát most már harmadik, negyedik emeleten nem mennék fel videózni. Eddig köszönöm a kérdését.
vetési lemente. Kedves Zoli bácsi, lenne néhány kérdésem. Honnan kapja az engedett motivációt? Honnan kap a motivációt? Hát a motiváció az, hogy szeretem videózni, igen, már mondtam. Mégis szeretem valamit csinálni, nem az, hogy nem csinálok semmit. Jó, most jelenleg nem dolgozok, de vagy munkakör kell olyan, mit csinálni, ami ember szeret csinálni. Hát azért motiválom magam, hogy mégis, hogy valami alkossak. Nagyon dicsérem és tisztelem Önt, hogy vállalja magát a kamerá előtt. Én nem vállalom egyedül, legalábbis biztosan nem. Hát nagyon nehéz, nagy dolog tényleg valaki, hogy odaállni a kamerára, nagy dolog. Én is most is rábban lázas vagyok, de tényleg sokan nem tudják vállalni, odaállni a kamerára. Én oda is állnak, még csinálnak egy videót, hogy a kérjük, tűrülöm ki őket. Sokan nem vállal. Milyen kedves étel? Sertés, füstös hús, sonka. Van gyereke, vannak gyerekei, ha igen, neki mi szokott leggyakrabban főzni? Hát nincsenek gyerekeim, hát azokat nem kell főzni. Hát eljön, hogy nekem főzni, anyámnak főzni, meg egy videó szempontból főzek. Lesz valamikor strandbuli főzés videóba, hát nem tudom, azt hiszem idén biztos nem. Válaszol elő és köszönöm. Én is köszönöm Levente a kérdését. Jó. Sebesi Gábor. Zoliba, az anyuká szokott főzni, vagy csak Zoliba. Az anyuká elég jó bírja a borsot. Hát anyukám már nem nagyon szeretné, hogy főzne, már nem lesz szeretné főzni, mégis 84 éves. Néha csak se főz valamit. Hát a borsot fűszereket anyám nem nagyon szereti anyukám. Nem szokott gyomorsavon lenni, de ahol nem, gyomorsavon szokott lenni is, nagyon szokott. Sütem még, mikor fog csinálni? Ha orvos eltiltotta, akkor is lehetne. Maximum odaadja a szomszédnak. Hát én nem szeretem szomszédnak adni semmi, de minden. Lehet biztos fogok süteményt elkészíteni. Hát lehet, hogy orvosa nem fog ülni a süteménynek, de fogok készíteni. Köszönöm a kérdése Gábor. Burzás Bence. Üdv Zoli bá. Gondolt esetre egy újabb tetoválása, viselése. Ha igen, mi, és ha nem, akkor miért nem? Lehet ide kötőlel fogod tetoválni, ja, hogy mutassam, nem is túl, hogy mutassam, nem minden, csak valahol be tudom mutatni, mert egy kötőlel ide tetetni fogom, de nem is lesz egy más tetoválás kötőlel kívül, nem tervezem. Szerintem ez most nekem főleg elég, hogy én ez voltam minden, ami fog ettől. Köszönöm Bence a kérdését. Márk Tóth. Zoli bá, nem lehetne majd feliratt? Nem szívom. Hát, aki nem tud megéteni, érdekes, aki meg akar éteni, az úgy is megét. Na minden, köszönöm. Azért köszönöm a kérdését. Márk. Juhász Noémi. Zoli bácsi, nagyon szépen köszönöm, hogy videókat készít. Napok fénypontja. Nagyon fénypontba. Jó egészséget kívánunk. Köszönöm szépen, Noémi. Szálvas Laos. Üdvözlöm Zoltán. Debrecenben vannak rokonai? Nincs Debreceni rokonai. Rangokon túl vannak, de rokonai nincsenek. Köszönöm Laos a kérdését.
Antal Tánia. Hello, hány éves? És végig videózni fog, ami él. Végig videózni fog, hány éves vagyok? Hát kb. 53. Én azt hiszem biztos, hogy videózni fogok. Igen. Ami élek, ami egészsége engedi, videózni fogok. Dániel, köszönöm a kérdését. Tudós Batyú, tiszta Zolibá, mikor lesznek újabb csomagkivontó videók? Hát ez még nem tudom, csomagkivontó videó. Nem tudom, milyen csomagra gondol, a csomagra gondolt, ami küldenek nekem postával, ami én veszek meg. Hát azt mondom, hogy mikor fogok valamit venni, azt még nem tudom. Most már itt van a karácsony, főzés, vagy nem főzés, fűtési szezon. Hát nem nagyon hiszem, most idén nagyon lesz kicsomagolt videó. Túros Buta, köszönöm a kérdését. Orlán Kristóf, Zolibá, olyan kérdésem lenne, hogy önnek van-e kedvenc étel, ami mindig szívesen megcsinál, esetleg még videóban is. Hát nem tudom, én azt hiszem minden kedves kajámat ételmet elkészítette, már nem hiszem valamit kedvenc lenne. De biztos, ami lesz nekem, ami újabb, amit ki fogok találni, vagyis fognak küldni nekem, hogy amikor ötletet biztos fognak küldni. Biztos lesz valami. Kedves Kristóf, köszönöm a kérdését. Urbex Hungária. Kedves Zoli bácsi, közös videó lehetséges egy Urbex csapattal. Kifőznék valamit. Lehetne közös videó, lehetne, mert most is az előző videóban volt egy közös videó. Szabó Kristófba. Vagy nem, Szabó Kristófba, bocsánat, rosszul mondom. Hát biztos lehet. Csak nem tudom, hova valósuljak. Urbex Hungária, köszönöm a kérdését. Kovács János. Hány éves kezdett el enni? Zoli bácsi, tömlös sajtó. Hány évesen kezdtem elni tömlös sajtó? Azt hiszem, hogy 80-as években elkezdtem, gyerekkoromban. Nagyon gyerekkoromban elkezdtem. Kedves János, köszönöm a kérdését. Zsolt, mivel szereti tölteni a szabad idejét, a főzésen? Barkácsolás kívül szokott filmeket vagy sorozatokat nézni, ha igen, mi a kedvence? Ha mi a kedvesem? Főzési barkácsolás kívül mi a kedvencem? Mi a hobbim? Hát, mit szeretek csinálni? Általában akciós filmekkel, végjátékokat, a legjobban, újabban én, ami szeretem nézni, Nagyjárás, Gofito, a Discovery, ilyen tudományos, fantasztikus dokumentumfilmeket, azokat szeretem nézni. A negatív filmekben nem nagyon, én esetem végjátékokat, de tényleg most egyre azt szoktam nézni, hogy a fantasztikus dokumentumfilmeket. Kedves Zsolt, köszönöm a kérdését. Tímár Dávid, lesz hogyan csinál gulyásleves? Hát nem tudom, én nem tudom, lehet, hogy lesz. De mert gulyásleves bográsba szeretné elkészíteni. De ahol elnézem, most idén lehet, már nem lesz volt lehetősége. Kedves Dávid, köszönöm a kérdését. Kevin Szikovics. Milyen ellenkezt teszed öltözni, Zoli bácsi?
az Oliba elnézés. Nagyon szépen köszönöm a Kevin a kérdését, már igen nem kérdésem, már válasz voltam, mindjárt köszönöm szépen. Menjünk tovább. Fáradtam csillapító. Na jó név. Fog csinálni életébe kedves ételeket bemutatott. Hát, étel bemutatott? Hát nem tudom. Ha így nem lesz a csoport találkozó, hogy fogok csinálni? Péter, a gyulai hamburgert, vagy tömlőssalt a rántott párizsi. Hát szeretném még készíteni, kedves Fadon csillapító, szeretném. Köszönöm a kérdését. Izé. Mely ételt volt az, ami legfinomabban tudott elkészíteni? Melyik étel volt, amit legfinomabban tudtam elkészíteni? Hát most héten nem teszem be. De azt hiszem a mexikói passzú. Azt hiszem a mexikói bab. De nem tudom. Sátos tészta. Hát, szerintem a rakonkobin. Most héten nem tudom. Ezek biztos, hogy legfinomabban tudtam elkészíteni. Nem csak a videóban szereplő ételekkel közül, hanem bármelyik közül. Ja, nem csak a videóban szereplő ételek közül, értem. Hát, szerintem a sült sonka, füstöl sült sonka, vagy sonkás tészta, azt szeret a legjobban. Köszönöm a kérdésre, Izé. Benkör konyhája. Hát, nézd meg Zoli bácsi, tesszett, hát meg fogok nézni, biztos meg fogok nézni. És most mindjárt megnézem. Jó válaszol. A kedves Benke konyhája. Most meg néhány pár részlete belenézte a videóba. Nagyon jó, nagyon jó. Ha bejátszhatnám szívesen, de ez nem mert bejátszni, mert nem akar senki személyjogát megsérteni. De itt a lényeg, aki meg akarja tekinteni Bencének a igen, Bencének a konyhája, Benke, nem, nyolcsó mondom, Benkének a konyhája, el linkkel rákattintva, itt a én oldalomra, megtalálja. És most nem akkor ezt a, nem minden megmutató hol. Igen, ez a videóval válaszolok a kérdésekre, megkeresünk itt a Benket. Minden megvesz. Ja, de túlmettem. Nem innen. Nem tudom. Nem mettem túl. Igen. Itt meg lehet találni Benke konyhára, és el a linkekkel kattintani. Nagyon szépen köszönöm, hogy megmutatta, ide feltette a linket. Nagyon szépen köszönöm, Benke, ide feltette a linket. Nagyon jó videó, jó csinál, jó, nagyon jó videó, érdemes rátekinteni, rákattintani. Na, köszönöm szépen, hogy megkeresett. Akkor menjünk tovább. Igen, megnéztem. Nézem, ez Zoli bácsi tesszett. Tesszett, igen, azt már elfelejtettem beolvasni. Igen, tetszett. Kovács János. Zoli bácsi, mi a kedves színe? Én általában szütés színeket szeretem, feketé. Hát a hölgyek rózsaszín, pirosat, mert világos szín. Tehát velük eltétel és sütésszín szeretett. Köszönöm szépen a kérdésé, János. Menjünk tovább. Borbé Zoltán. Tisztelete Zoliba. Az lenne a kérdésem, mi újság van a szerencsé nyertes, ennek a nevét nem olvasom, ne hallgudjon, mert ez azért most nem elbeolvasni, miért nem jött össze a közös főzés? Előre is köszönöm válaszát. Hát igen, már előre is tudtuk, hogy ez a vírus el fog készülni, nem tudom, pontosan én nem tudom, hogy ünnököm én nem hozta össze, ezt nem is tudom, lehet a vírus miatt, nem tudom. Nagyon szerettem volna, de valami, nem tudom, ünnökő,
nem tudom, mi történt, mert most már nincs ügynököm, most egyedül vagyok a videóinfóban, remélem már lesz, aki fog moderálni, most egyelőre nem tudom semmit mondani, elnézést Zoltán. Akkor menjünk tovább. Mert szerettem volna, hogy szerepeljen. Beka Pufi, kedves Zoltán, én azt szeretném tudni, mi a videós tervei a jövő részre. Milyen téma szeretne mi filmen vinni? Hát igen, egyelőre marad a főzés, már lesz a főzés, már nincs ötletem, mit főzek. De még marad mi a főzés, barkácsolás marad. Hát mi szeretném készíteni minél pár kabarét. Csak most van az a gáván, nem nagyon a kedve írni, mert nincs ikletem. Mert mégis lehet, hogy emberek halnak meg, most arról, hogy csinálok egy kabaréval, parodiával, most már nem nagyon megy, de lehet megpróbál előtt venni magammal. Akkor ezt még megfeleltem. Számomra egyértelmű, hogy nem főzés végzete. Micsoda? Számomra egyértelmű, hogy nem a főzés a végzete. Így kíváncsi várom a további tartalmakat. Üdvözlettel! Hát nagyon szépen köszönöm a Veka Pufi, de biztosan nem a főzéses a végzete, mert az már úgy látom, az már elég sokan elkezdtek főzni. Már most a tényleg más tématerületre kell próbálkozni. De köszönöm szépen a kérdését, akkor menjünk tovább. Attila, Gyuris Attila, Üzzoliba, mikor lehet majd valahogyan találkozni magával? Esetleg egy közös főzésbe lehet kiittatni a jáma után. Hát túl lenni ezek a jávával, akkor lehet, hogy nem tudom, lehet, akkor még megpróbálom még összehozni egy első közös főzés. Attila, köszönöm szépen a kérdését. Kis szerepe a szobájában a falon, a monitor felett a falon. Egy régi kép, de ki az? Hát nem tudom, ezt a képet azt hiszem, hogy a jó tudom, ha jó emlékszem, azt hiszem, eddig a Longó küldtem, és azt hiszem, én állítom, én szerepelni, én szerep vagyok ráta. László, köszönöm szépen a kérdését, akkor menjünk tovább. Iris Idigo. Mindenképpen szeretném bemaradni a videó csatornában, Zoltán. Hát jó, kedves idők, nagyon örök, nagyon szépen megtiszteltem, hogy bemarad a csatornába. Legközelebb jobban megvárogatom a moderátaimat. Hát sajnos egy olyat fogtam ki. De mindenképp benne fogok hagyni a csatornába. Nagyon szépen köszönöm a szót, vagy itt. Akkor menjünk meg itt tovább. Makarman. Tud oroszul beszélni, Zoli bácsi? De jó volna tudná oroszul beszélni. Igaz, mikor tanítottak oroszul, nem tanultam meg. Már valami kommunizmus volt, akkor lenéztem oroszokat. Most lehet jól volna tudni oroszul beszélni. Nem beszélje. Köszönöm a kérdését. Makarman. Akkor menjünk tovább. Christopher Egresit. Lesz a közöljövőben Gelman micsoda a csatornát? Közül milyen csatorna? Nem igazán értem, de mindegy. Köszönöm a kérdését, sajnos tovább megyek. Biztos, hogy nem lesz csatorna. Aztán is Temidze Lé, vagy minek? Igen, ez is furcsa név. Zoli bácsi, mi volt a legelső kerelmes élménye, illetve mi volt a legelső kerelmetlen élménye, mióta ismert lett? Az, hogy jó, ismert vagyok, az tényleg jó élmény.
Hát a negatív élményben sok emberben éhínség, mert mindenféle formában feltüntetik a éhínség, az, hogy eladtam magam, vagy mit tudom, vagy minden van éhínség, az is kellemetlen, sajnos. Szomorú vagy, hogy emberben nagy a éhínség. Ez kicsit szomorúan tartom. De örülök, hogy sokan vannak, akik tetszik a videóim. Igaz, nem tudok, aki nem teszi, még nézi. Tehát minden vannak, aki tetszik a videó, mégis ő Émi, valaki azt mondják, hogy Zoli bácsi, soha ne hagyja abba. Köszönöm szépen a kérdését. Menjünk tovább. Kamarás Petra. Fogsz már csinálni ezt a csípő csíke sonkat leves? Nem tudom még. Lehet biztos fogos, kedves Petra, lehet. Köszönöm szépen a kérdését. Mit hozzá jövő, az nem tudom. Balázs. Wrestling Balázs. Zoliban, ami videóban fősz, az egyedül eszünk meg, vagy anyukával kette. Hát általában anyumával kette szoktam megállni, de amikor nagyon fűszeresen csinál, akkor anyukának nem, az nem szereti. Hát idősebben már fűszeres, túl fűszeresen, kajákat nem szereti. Én már az a bár, én azt szeretem, hogy kis jó meg van fűszeresen. Mert sokszor nagyon kevés adagot készít. Megnézni egy közös videóba az anyukájával. Hát anyukával biztos nem fog közös videót, mert az már egészségi állapban már nem engedi be. Hát nem hiszem, nem. Már 84 éves ember már nem lesz egy olyan egészséges. Köszönöm szépen a kérdést, kedves Balázs. Zsolt, Maloszki Zsolt. Tiszteletem, Zoli bácsi. Az lenne kérdésem a főzése, illetve barkácsolása kívül van esette valami hobbija? A melyik kedves filmje? Hát a hobbi, más hobbi, barkácsolás kívül, vagy videózás kívül nincsen, a számítógép, ami hobbió tartozik, szerkesztő, az is hobbió tartozik. De azt hiszem, a legkedves filmem a Távolsz, vagy Némo Kapitál, egy kalapfilm, ezek voltak a kedves filmek. Mert most szeretem a fantasztikus, hogy mondjam a de nagyobb. Igen. Fantasztikus dokumentum filmeket. A Natural Geographic-tól nem még Discovery nézni. Milyen pont a főző csatornán kezdett el csinálni? Hát nem igaz, a főző csatornán kezdtem én csinálni. Már volt a szökőkutyás videó, elsasoló videó, edzési videó. De hiába emberek úgy veszem észre, emberek a főzési videó szeretem, azt csak szullától szeretek enni. Válaszol előre is köszönöm, kevesebb. Köszönöm Zsoltom kérdését. Akkor megyünk tovább. Káláka, üdvözlöm, Zsolt vagyok. Mi? Ja, akkor jól. Üdvözlöm, Zsolt vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön hogy éli meg a YouTube beregtés? Miben, hogyan változik meg az élete a videó info csatornán miatt? Köszönöm szépen. Hát sajnos életem nagyon megváltozott. Isten nagyon megváltozott. Mert tényleg az van, hogy elnézős a telefon. Mert tudtam, emberben van éhínség, de az nem tudtam, mi alkalmazóként tudtam, emberben van éhínség, de most az a miután YouTube-el lettem, kicsit befutottam vele, azt mondta tapasztalat, hogy ő nagy emberben éhínség. Hát ez nagyon szomorú vagyok amiatt, de mégis ő neki van pozitív emberek is, akik lelkesítenek, biztatnak, tényleg nagyon jó vannak. Azok érdemes videót készíteni. Már amúgy is szeretek videózni. Hát egy biztos Zsolt, az élete nagyon megváltozott. Már nem olyan, mint régen volt. Minden megváltozott. Hát ő érzés volt, tényleg eljutottam. Az nagyon jó. De igen, van a negatív ember, azok nem jó. De minden megváltozott.
Köszönöm szépen Zsolt a kérdését. Tisztelt felnékül kommentelő. Ilyen a helyesen a kérdés, de maga a videóban címése tudja leírni. Jó, köszönöm szépen felnékül kommentelő. Jó, menjünk tovább. Fibrite, mikor jön az amatőr bálkacsor magasztani a 15? 15-5 része? Hamarosan, jövő héten szeretném feltölteni. Már nagyon várom, nem lesz új teszt, akció, kamera, jó. Hát nem tudom, én nem álltam fel senki akciós kamerát, nem tudom, fogok is venni akciós kamerát, még nem tudom. Esetleg fitness életet nem folytassam videóba. Ha szeretném folytatni, de nincsen ezőtelem. Na most a jávár miatt egy bonót. Én már vonatábukban nem szeretném most belemenni. Na köszönöm szépen a válasz a FIB. Menjünk tovább. Bognár Ferenc. Maga volt katona? Ha igen, akkor milyen élmények vannak? Na, ahhoz rövid lesz a válasz, nem voltam katona. Lehetett volna jó élményeket, biztos lett volna. De nem voltam katona. Köszönöm szépen a kérdését, Ferenc. Akkor menjünk tovább. Jöjjön. ZT Józsvai. Hát a furcsa nevek vannak. A szabad kérdezem Zoli bácsi, a videózáson kívül van már munkája is? Sajnos nincs munka. Videózáson kívül nincs munka. Egyes most jelenleg videózáson. Lehetett volna munka, azért a vírus meg a járvány miatt nincsen. Azt mondom, minden most leépítés van videó. És maga egy nagyon jó videó, sokat lehet tanulni a videójából. Ó, köszönöm szépen ZT-n. Köszönöm ZT-n. Hát reméljük, hogy szeretnél segíteni, és nem mindig tudok. Köszönöm szépen akkor a kérdését ZT-n. Menjünk tovább. Dani Tamás. Zoli bácsian, milyen vízessége a szakmájával? Milyen vízessége? Van egy szakmá? Nos, általános, a szakmám nincsen, nincs. Segéd, ma esetleg betanított munkás voltam. Segéd munkás volt a tévedgyárban és betanított. Az voltam a kozzágyárban is, hanem szakmám én nem tudtam keríteni. Köszönöm szépen a kérdését, Tamás. Kovács Ádám. Sokon, Zoli bácsi, lesz valamikor közösség találkozó? Hú, kedves Ádám, nagyon szeretnék közösség találkozni, nagyon szeretnék. De nagyon korlátozva van. Hát most ez a vendéglátásipa, vagy a zeneipa, most én is a youtuber, most az a járvány nagyon betesz nekünk. Hát nagyon remélem vége lesz hamar a járványnak, és szeretnék közös csoport találkozó. Köszönöm szépen a kérdését, Ádám. Jaj, nem is mindjárt beállítom. Zoli Toposú, mikor lesz a következő videó, amelyben édes, cukros étel fog elkészíteni, mint amikor a palacsintát csináltam, vagy a megytúrmiszt. Hú, nagyon szeretné édességet csinálni. Csak nem biztos, hogy orvos őrül neki, de fogok édességet csinálni. Majd egyszer nem próbálnám meg az elkészíteni egy süteményt, mondjuk egy álmas tészta. Mert az én 100%-ban hogy meg fogom nézni. Álmas tészta, ha el fogok csinálni. UFO iránt. Nekem minden egyes videójára tudok segíteni. Ja, úton ilyen, ránézve UFO-t olvastam, úton ilyen. Nagyon jó, köszönöm szépen.
Lóri. Ádám. Fejnélküli kommentelőkkel nem fog kétezzenek. Fejnélkül kommentelnek kétezzenek? Én is azt mondom. Jó van, nem kétezzenek. Köszönöm, Ádám. Ferenc Gergő Nagy, vagy Nagy Gergő Ferenc. Kedves Zoli bácsi, én csak annyi írok, hogy köszönöm, hogy van nekünk. Sok sikert továbbra is. Ha egyszer Magyarországon járok, biztos meglátogatom Önt. Esetleg csak azt kérdezném, hogy melyik az a videó, ami nem szeret magáról, és miért. Előre is köszönöm, és szép napot! Istenem, nem tudom, nem utasába semmi. Azt hiszem, tehát már én szerintem lehetne nem is ott felel a kérdésre. Hát én nem tudom, én egyetlen videóm azt szeretem, de mindig van jobban, jobban szeretnék alkotni. Ha nem ilyen fogok még alkotni jobbat. Ferenc, vagy Nagy Ferenc Kárkó, nagyon szépen köszönöm a kérdését. Armin. Zoli bá, a mesterem azt nem olvasol fel, mappal nem mutatná meg nekünk. Nagyon szeretném, de sajnos a YouTube ilyen elve nem engedni meg. Kedves Armin, hol voltam? Szeretném, de nem engedni meg a YouTube ilyen elve. Dolgozni most valahol? Nem, most sajnos nincs munka a jává miatt. Közös videó édesanyjal mikor lesz? Hát anyámnak a egészsége nem engedi meg, hogy közös videó legyen. Ha Ön görög és ha török indul el a határa, melyik és előbb oda. Pax, nem tudom. Na, kedves Olva Ermin, köszönöm a kérdését. Szabó Gyula. Csinálhatná zsebbotva Markos gombát a mester. Ja nem, rosszul olvastam. Nem Mágos gombát, Mágos kubát. Ja, elnézést. Még egyszer fel, hogy csinálhatna zsábból vagy Mágos kubát, mester. Hát még nem tudom, le fogok csinálni. Még nem tudom. Köszönöm, Szabó. Jó, köszönöm a kérdését. Kedves Zoli bá, a vége már vége lesz ennek a vírus mizériának. Nem tervez a közösség találkozó? Mikor szó? Hát lehet, hogy tervezném, el akarnám oda is jutni. Sok helyre szeretném eljutni, nagyon. Mikros környékét is szeretném látni. Mert mi nagyon szívesen látnánk. Hát nagyon reméljük, kedves Ádám, Sován és Legyő. Nagyon szeretném eljutni oda. Nagyon szépen köszönöm a kérdésüket. Menjünk tovább. Kedves Zoli bá, azt szeretném kérdezni, hogy általában mennyi idő teli, amíg egy videó elkészül körülbelül. Hát az lehet, hogy elkitől készít a rövid videó 4 óra alatt, de lehet, hogy 2 nap nem elég. Lehet 74 óra is kell, valamikor egy videó elkészített. De általában 16 óra szólt videót elkészíte, megszerkeszteni, vagyis először megfőző, utána felteszem a számítógépen, megszerkeztem. Hát mi jó esetben 16 óra. Annyi kevesebb időre nem tudok elkészíteni. Tisztelettel. Masztú Bálint, Gödöllőről. Kedves Bálint, nagyon szépen közölöm a kérdését. Lyukas Szács, kedves Zoli, nem gondolom mi arra, hogy kipróbálja a számítógépes játékokat, és esetleg abból csinál a videót.
Tudom, hogy nem könnyű, de kíváncsi lennék a véleménye a játékokkal kapcsolatban. Plusz egy ötlet, ami maga ötletéből valósítottunk meg, és fejlesztettünk tovább. Sajta töltött párizsit közé ananászt is raktuk. Vékonyra vágva, intó finom volt. Szóval igen, tudom segíteni, hiszen az ön élet használtuk, ön életét használtuk, és tovább gondolunk. Gondolunk megosztott a tapasztalatot, ha nem látom a videóját, nem valószínű, hogy szembe jut az egész. Szembe jut az egész. Sok sikert kívánunk további munkájához, évezettel csinálja az a lényeg. Na akkor tényleg. Igen. Lukas srác, nagyon szépen köszönöm a kérdését. Szarvas álltam. Kedves Zoli bácsi, kérdése az lenne, hogy tanult, illetve hol szerezte a tudást a kamera kezésére? Informatikába van-e jelen segítője, vagy teljesen egyedül vezeti a csatornát? Üdvözlete, Szarvas Ádám. Ez az most jelenleg egyedül vezetem a csatornát, amíg keresek valaki egy moderátor, az jóval kikezelni a chatet, mikor igen, mikor megy a premier. Most jelen egyedül vagyok. Köszönöm a kérdését, Szarvas Ádám. Ja, ami igen elfeltettem én mondani, hát informia, fényképezés, vagy számítógépkezelés, hát magamtól tanultam meg. Hát néhány pár számítógépkezelés, néhány pár ismerős, meg a unoka öcsétől, mert néhány pár ismerőstől tanultam meg számítógépet kezelni. Hát a fotózás az teljesen egyedül, és esetem még ami videózásra kellett tudás, az itt a YouTube szereztem be. Hát az a nagy baj, hogy sajnos ott attól jelenleg videók, ami videózásban tudtam volna tanulni, mint külföldi nyelvű videók voltak. Na minden, azt hiszem, remélem el tudtam jól magyarázni. Még egyszer köszönöm Ádám a kérdését, menjünk tovább. Bazakó István, lesz közösség találkozó Budapesten? Hát kedves István, nagyon szeretnél lenne Budapesten közösség találkozó, nagyon is szeretném, remélkedünk. Idén biztos nem, de remélkedünk, hogy jövőre lesz, egyszer ennek csak vége lesz tár, ha túljük. Na menjünk tovább. Jelsi Judit. Mi a célja a videókkal? Hát, szeretem csinálni, bár mindig szeretem jobban csinálni. Milyen előnek kell jár, hogy a videós lett? Én nem vettem volna észre, hogy valami elő lett volna. Jó, elmennénk, csokok találkozók. Nagyon szeretem. Az nekem tényleg jó előn lett, hogy el tudok menni csokok találkozókra. Ami sajnos idén mind elmaradt. Idén csak a Gyulán volt a jótékonysági. Igen, jótékonysági, mert minden futógálán voltam. De sajnos több csoport találkozó nem volt. Éppen, hogy még idén Dánfogó volt egy főzése, de az is csak nem csoport találkozó. Nagyon remélem, hogy lesz más az. Ki fog tudni használni a előnt. Anyuka tudja, hogy a videókat készít? Ha igen, mi szól hozzá? Tudja anyuka a videókat készít, és nem igazán éti, nem éti a internetet. Hát igen, mert 84 éves, az már nem a ő világa. Hát lehet, én sem, 84 évesen, én sem foglalkoznám eve. Igen. Köszönöm szépen a kérdését, Juti. Köszönöm Jaxi Jutit. Na akkor menjünk tovább. Jakat
Jokot, Mátyás. Jáma a szöke földön. Micsoda? Jáma a széke földön. Ja, a széke földön. Jártam már a széke földön. Nem, én nem voltam. Szeretném kiútni Romániába. Ez a vírus jött volna, akkor biztos, hogy kiütöttem volna. Majd ott a széke föld, jó, Románia, nem? Tehát nem minden megkeresem, megnézem. Köszönöm Mátyás a kérdését. Na, akkor megint egy felnélküli. Megint a felnélküli kommentelő. Kedves Zoli bá, lenne sok kérdésem, de nem merek kérdezni, mert értelmetlen szavak, profil, nevem és a felnélküli vagyok. Hát, felnélküli. Hát én nem tudom, miért nem tudja valaki kommentel, miért nem vállal magát, én nem tudom. Tényleg nagyon sokan nem vállalnak videó, nem vállalnak megjelenés. Tényleg könnyű valakit kritizálni, de valaki odaáll a kamerára, az nem lenne jó. Nincs semmi baj fel. Oké. Mégis köszönöm a kérdését. Kedves Zoli bácsi, megvan még a civil munkahelye, vagy csak a videózásból él meg? Hát, kedves Tessi, sajnos még most csak videózásban élek, mert ha ide el akartam menni dolgozni, mert az a videózás az nagyon kevés. Ahol képest egy sok emberben benne a ínség, nem nagy tíz van abban a videózásban. Hát nagyon szeretném valami más munkát találni. De az a anyám is beteg, ami esetől találni munka, ami közelben élő munka, az meg olyan, hogy ami reggeltől este a külműves mellett, az nem tudok vállalni beteg anyámtól. Röviden munka nincs, most egyelőre a videózásra élek. Köszönöm szépen, Tessi a kérdését. Na, akkor menjünk tovább. Hoppa. Bedergajdó. Arra kér mindenki, hogy helyesen írjanak nekik. Magam nem veszi észre ezek szerint kevesebb. Hát, köszönöm szépen. Vendegárdon. Horváth Bendegúz. Zoli bácsi, lesz újból békési bemutató videó? Szeretnék készíteni békési bemutató videót, de nem tudom mit mutassam be. Megint bezárnak a ételmet, a tömököt sem tudom már bemutatni. Hát én most maszka nem akarok egy temetkezési videót készíteni. Mint a új, most van az a hiába, úgy néz ki maga a város, mint a kisétett város. Hát én ilyen videót nem szeretném csinálni, mert akkor csinálok mégis a videó, hogy lesz élet újból. És úrból normálisan itt van ezt a ételme, és nem kell maszkot viselni. Most nem akarok most végési videót csinálni, mert sok-sok vendégből be van zárva, vagy be lesznek zárva, biztos. Dülökő ételmé, az sincs most, lehet többé, nem is fog kiindítni, nem tudom, miért van ez. De én nem tudom, most egyelőre nem tudom videót készíteni, mert olyan videót szeretném, városa lehet, van élet is. Így már semmi élet nincs. Köszönöm kérdésű. Bendegúz, hol van Bendegúz? Orosz Sándor, kedves Zoli bácsi, az lenne a kérdése, hogy volt-e olyan pillanat, amikor arra gondolt, hogy nem bánta a videózás elkezdését? Köszönöm megtiszteltő válaszát is. Sándor, hát igen, sokszor volt a emberi irigység, ahol netán valaki ponzolál valamivel, mint a valami terméke. Nagyon bántozó ember ilyen irigyek. Hát nem tud elni, magyar ember ilyen irig lenne. Hát nem tudom, még ez számomra irigység. Az kicsit, akkor így megbántam. De közben máshogy nem bántam meg. Köszönöm szépen Sándor kérdését. Roland. Nekem is van néha kérdése, ha szabad. Zoliban szokott a természetfotókat csinálni a mostanában.
Hát nem éljek el mostában természetfotókat, nem éljek el. Szeretné készítette, nem éljek el. Makro vagy széles látószögű objektíva esetre zoomos teleobjektíve, lencsével rendelkezi az Oli bácsi. Attól félem, hogy megmondjam, megint arra szól, hogy egyes emberekkel termény megjelenítés lesz, akkor megint abból videóból. Na, ilyen, na mindegy. Akkor megint ki kell tennem azt, hogy azt a feliratot, hogy a terméken nem rendelkezik, a megvásárolt termék nem érsül a reklámnak. Na most éppen nem akartak kitenni, de mindent megpróbál válaszol, kiteszem akkor azt a feliratot, elértem a végére. Mert lesz néha pár új ember, rossz hakalom. Na minden, megpróbál válaszolni. Hát ez a más, ez van az a gép, hogy mutassam be, igen, az a Canon M50-es. Hát a saját pénzemből vettem, elmondani a pár új ember, nem pozzolálta senki. Ez akkor azt hiszem, hogy 18-150 mm-es, ami teleobjektív, zoomos teleobjektív. Ha lehet rendes objektív jobb lenne, vagy nem tudom, állítom, az a jobb képet csinál, ami tehát nem zoomos. Na minden videózása nekem jó. Ha fotózni kéne, fotózni, de most nem tudok fotózni. Tehát van az a Canon, igen, Canon egy 50-es, D50-es, nagyon jó videó, ezt nagyon szeretem, jobban szeretem, mint a másikat, ezt, ez is nagyon jó, de ezt jobban szeretem. Mi van még gépben, de minden megmutatom másik gépemet is, most már minden, hogy úgy is ki kell tenni ezt a feliratot, ami videóban látható termék nem minősül reklámnak. Akkor elmondanám, hogy van még nekem ez a panaszú is videókamera, a tiszta videókamera, és az a baj, nem cserélhető az objektíves, de a jó Isten, a külső mikrofon lehet hozzá csatlakoztatni. Be kell kapcsolni, akkor lehet látni. Ja, le van merülve, nem tudom megmutatni objektívet, nem minden. Azt hiszem, akkor panaszú is HCV77-es. Akkor ezek a kamerákkal szoktam dolgozni. Igen, ömmel elolvastam. Milyen fényképezőgépe van Zoli bácsia? Kedves kamera, fényképezőgépe márka van esetleg. Hát, elmondtam, ez a Canon 750D. Ez a kedves gépem. Na jó, nem azt mondom, szeretem ezt a gépet is, igaz, mert ezt is elmondtam, ezt a Canon Mix 50-es, tehát az nem D-esen, nem, hogy is ilyen, tükörreflexes, de cserjetős objektíves. A másik tükörreflexek, ezt jobban szeretem. Azt is szeretem, ez is egy kedves kamerám, akkor Panasonic, azt hiszem most el is mondtam, de mégis a 750-es szeretem legjobban. Mi a kedves vegán ételem? A gombapőköt, amit legutóbb elkészítette. Hát még nem készítettem el, a más vegán étel még nem készítette el. De még lehet biztos, hogy fogok készíteni más vegán ételt is. Lesz a közösség találkozó decemberben, vagy élő előadás a YouTube. És bebúztató. Micsoda? Évbusztusztató. Hát valami évbusztusztató biztosan lesz. Közösség találkozó idén már biztosan nem lesz. Szerettem volna. De nem tudom, most már nem jönnek meg ilyen szigorítások. Nem hiszem lesz idén közösség találkozó. Nagyon jó, hogy jön nyáron, de az esetben, mint áprilisban, tátul a közösség találkozó foglalkozó. Ha szeretném, hogy lenne. De minden. Szeretném lenne. Ha YouTube élőadás nem lesz, mert én most is itt vagyok lápalázás, én nem tudok kiállni a közösséggel. Még bakizom, mert így is sokat bakizok. Nem tudom, nem hiszek. Élőadás nem lesz, mert az nekem nem megy. Próbálkoztam volt ügynökeimmel, nem megy. Mit gondol Zoli bácsi a koronavírus járványról? Hát én nem tudom. Én nekem nagyon gyanús, én azt hiszem, hogy
Nem igazán hiszek benne. Hiszem is, mert nem is. Nem tudom. Mert nem lehet senki adni, mi igaz, mi nem. Nem tudom. Hogy sok vélemény. De ilyen jó lenne végül lenni, mert ez, hogy maszkba beszélni, mert tényleg minden, úgy megyek be a boltba be, mint a rabolni maszkba. Mint a bankrabló lennék. Jó lenne, már vége lenne. Hát tényleg nagyon jó lenne. Már mit? Ez a vélemény, más vélemény nincs. Tervez Zoli bácsi élő előadást csinálni. Nem. Köszönöm a válaszokat, Roland. Én is Roland, köszönöm a kérdéseket. Menjünk akkor tovább. YouTuber Voss. Mikor süt vége forró olajba? Te neki, forró olajba. Hát. Egy ember kitál valami, és akkor többi mondja. Hasta neki. Hát igen, ha beletenné a kezét, meg tudnám mi a forró. Olyan nagyon könnyű megégetni. Mi robban, mint a zsé. Én nem szeretném megégetni. De mindjárt köszönöm szépen a kérdését. Jó estét, Zoli bácsi. Maga életéről mesélhetne kicsi Pétáról. Szeret a házasodni, vagy gyereket? Köszönöm, Ákos. Hát, Ákos. Ez a helyzet, hogy én már nem nagyon akarok gyereket. Hát már 50 éves vagyok, mert elmúltam 50 éves. Hát egy jó barátom biztos lesz, remélkedtem benne. Élettársi viszont, de nősülni nem nősülök, mert már öreg vagyok, ha gyereket úgy sem szeretném, ha netán véletlen lesz, akkor ameddig tudok felnevelem, akkor még nem is tudom mit mondjak. Hát nem szeretnék gyereket. De ha véletlen lesz, akkor felnevelem. Köszönöm kérdésre, Ákos. Na, az is olyan furcsa név, ha azt se tudok kiolvasni. Na minden. Holtól Báti parancsítja, nem csinál Zoli bácsi. Holtól Báti parancsítja. Ma ezt is sorába fogom venni, ezzel is meg szeretném próbálkozni. Lehet, hogy csinálok. Ádáni. Közös videó lehetséges békése egyszer, mikor otthon leszek, akkor főzés akar más témával szóló bácsi. Zoli bácsi született békése, vagy késő költözött békése? Akkor közös videó lesz békése egyszer, mikor otthon leszek. Akkor akkor szeretne közös videó adani. Hát lehet, hogy egyszer lehet a közös videó, mert én sok valakire csináltam már közös videó. Lehet, hova szól egyszer. Nem, én békése születtem. Nem költöztem ide. Hát lehet már békés, hogy egyszer elköltöző, nem tudom, mit hoz az élet. Tehát szerintem lehet a közös videó. Köszönöm szépen a kérdését, Adani. Akkor menjünk tovább. Hoppá. Krisztián Gordon. Gordon Krisztián. Zoli bácsi, kérdeznék ez volna, kérdése volna, hogy miért nem melegíti fel az olajat. Először is, és utána tesz bele bármit is. Folyamatosan hideg olajba kezd főzni. Köszönöm. Azt neki. Ez az, hogy egy valaki kitalálta. Hát. Égesse meg a zsit. Hát, na minden, Krisztián, köszönöm a kérdését. Zángál Nikolita, szeretne feleséget, gyereket és az álomutazást. Hát igen, hogy mondom, élettársa szeretné, a gyereke már most már 50 évesen nem nagyon, mert ezt fel is kéne nevelni. Köszönöm Nikolita a kérdését, de nem nagyon szeretné gyereket. Ha utazni szeretné, meg a élettárs, azt szeretném. Na akkor köszönöm szépen Nikolát a kérdését. Elnő. Számosi Elnő. A békési népi táncot. A békési népi táncot.
Mi nem tárcoltam egy népi tárcot, tehát kipróbálni nem tudom. Köszönöm ennek a kérdését. Szereti a kolbász Zoli bár. Honnan szeretné kolbász Józsi? Bajzós Józsi. Honnan szeretett? Köszönöm a kérdését, Bajzós Józsi. Kúr László. Szia Zoli bár. Minősülni fog a valamikor esetre valamilyen nyel lesz két láthatáron. Ha a nyelv lesz, hogy láthatáron, hát le lesz még egy kis, nem tudom, tervezni egy kis angol videó beköszönni is, mert olyan nagyon tiszta idegen nyelven nem akarok beszélni. Egy idegen szót fogok mondani, de sokat nem fogok mondani. Lehet most azt a régi videóval szeretném, az úrból megcsinálni, hogy idegen nyelven beköszönök. Nem ide van egy angol barátom, aki talán segít benne. Aki segít, az már elhagyott. Attól már az már elhagyott egyben. De talán bízom benne lesz, aki még segít. Köszönöm szépen, Kúr László, köszönöm a kérdésedet. Jussi, micsoda? Gusú Ella. Te milyen furcsani? Mr. Zoltán, mióta játszani a számítógépe? Mióta játszani a számítógépe? Hát azt hiszem, hogy a számítógépen megvettem, azt hiszem 2006-ban vettem meg a számítógépet. Akkor még nem gondoltam, hogy videózni is fogok, nem gondoltam, hogy internetezni is fogok, hát most már lehet internetfüggő lettem, nem mindegy. Már internet nélkül nem is vagyok meg. Ha elmegy internet, vagy áramszünet, hát tisztelben be vagyok betegedve. Köszönöm a kérdését, Kaszuára. Ennél érdekes nevek vannak. Fisto Kis. Tudja valaki, mi történt Zoli bácsi Instagram fiókjával? A képei törölték, a nevét és a profilját megváltoztatták, meg ilyennek esetleg van új mesternek. Hát én azt minden megnézem, mi van az a Instagramra. Minden megnézem, milyen gond az Instagramra. Mert állítom, itt a videó alatt kéne lenni Instagramra. PayPal, támogatás, Instagram. Talán tölti maga a gép. De úgy látom, megvan. Ezen néve van Zoli 60-os 19. Ezen néve, akkor az megvan. Ez megvan. Meg köszönöm szépen a kérdését, de Instagram megvan. Csak ez a bár volt egy másik Instagramban, ami ügynököt csinált. De ez már ügynököm átkászáltam, volt ügynököm. Az üzemeltette, nem él. De nekem ez a elteti Instagram fiókom. Fisto Kit, nagyon szépen köszönöm a kérdését. Kovács Tamás. Dr. Kovács Tamásné kérdése lesz-e karácsonyokon lesz-e karácsonyi bélsütés vagy gírsütés? Hát nem hiszem. Karácsonyok gírsütés, nem hiszem. Nem tudom, hogy miért kell karácsonyra, kedves Tamás. Én annyit tennék még hozzá, a tömlő sartó süteménybe készítése várható. Süteménybe tömlő sartó nem való, mindenhol nem való. Hát szeretem a tömlő sartó, igaz, hogy ki tudja, lehet, hogy telnet nem látott, de azért csak szeretem a tömlő sartó. Azt kell venni, ami van a bolból. Köszönöm szépen a kérdését, Tamás. Gavori Judit. Zoli bácsi szereti a harrudat. Hú, de nagyon szeretni a harrudat. Lehet, is fogok is venni karácsonyra, lehet, hogy... És az a bár, meg azt szereti, hogy csinálnák egy olyan videót, mert azt szeretem, hogy én magam készítenem, nem készen vagyok megvéve, mert azt mondják, hogy miáj. De különben szeretem a harrudat. Köszönöm szépen a kérdését, Judit. Mátyás, kis Berkes. Lesz a Komi
közeljövőbe, persze, gumi közeljövőbe, te nem is értem igazán mit akarsz lenni. Ne aggódj, igazán nem értem, közeljövőbe, nem tudom lesz-e, én se tudom. Köszönöm a kérdését, Mátyás. Na, megint egy furcsa név. Schadburger Tóás. Schadburger Tóás. Hát senki nem teszi fel a leglényegesebb kérdést. Volt-e már barátnője életében egyáltalán? Ha volt. De most is volt. Igaz, hogy nem itt lakik közelbe, de mindegy. Illetve milyen nőtt a kedves típusa? Hú, karcsú, vékó. Női és testáltással legyen. Ha igaz, nagyon vékogóan nem nagyon szeretem. Kövér, sovan, barna, szőke. Hát, ha azt hisz neked teljesen minden, hát nagyon kövér, ne legyen, mert én magamat is utálom. Most leszoktam a dohányzásról, most én is meghíztam magam. De most már el is gondolnom kell, hogy fogyok órája. Schadburger Tóás, köszönöm meg szépen a kérdését. Hedis, mi az? Te Hedi, te furcsa név. Hát most nem tudod segíteni. Úgy van, nem tudtam segíteni. Nem tudtam segíteni. Igazán nem tudtam. Köszönöm a kérdését. Köszönöm a jó indulatát. Hoppa. Modef. Jó napot, Zoli bá. Nagyon ragaszkodik a HT-hez. Jobb volna eredeti esete. Látható olyan videó, ahol közös kóstoló tart. Akár cselekben, vagy mondjuk szomszéddal közösen választa. Üd Artur. Hát nem tudom, én jelentően maradva ennyi háttérjen. Nem tudom, biztos lesz valami más. Fogok csinálni, biztos. Köszönöm szépen a kérdését, menjünk tovább. Sobri Jóska. Hát Jóska bátyám, jó hosszú szöveget írt. Isten étesse előbbe, egészségbe, kend uramat. Zoli bátyám, én jó magam, szerény kis életem. Eltengődöm, mint a gaz a út szélén. Volt rossz, volt jó. Olykor ördög pökültem meg a napjaimat. De lésző, olykor szerencse is Isten áltásával. Szóval aztán kérdezném a kendetű, ha megengedi, mi a hosszabb, mire gondol szívesen vissza életére. Van a szép emléke önnek is. Akár gyerekkoromból. Hát gyerekkoromból vannak szép emléke, vannak. Igen, vannak. Köszönöm a kérdését. Jóska, köszönöm, de vannak. Akár gyerekkoromból nagyszülő volt bármit. Szóval vannak szép emlékei. A második kérdés az, hogy képzelte az életén. Minden úgy alakult, ahogy szerettem volna. Hát nem egészen, nem is szerettem volna, nagyon nem is szerettem volna, de ha már így alakul, akkor már így kell elfogadni. Ezt kell elfogadni, van. Más szerettem volna, kamió szerettem volna, bármi autó szerettem, nem már igazán fotóvideózás szerettem, csak később szerettem meg a fotót, a videózás. Előre is köszönöm a megtisztelő válaszát, Ken uram. Nagyon tisztelem önt, mivel becsületes, kétkezű munkás ember vagyok, mint én is. Jó Isten adja a két tenyerébe, még sokat, sok erőt és egészséget, nyugodalmas. Jó csak önnek. Én sok egészséget kívánok, sok-sok egészséget kívánok, Jóska, neked is. És önnek is legyen szerencséje az életemben. Jó egészséges, szerencsés életet kíván önnek is. Köszönöm a kérdését. Jóska, menjünk tovább. Miklós Stefán. Stefán Miklós. Miért adta el magát Zoli bácsi a médiának?
valamint miért csinálja rendszeresen a termék megjelenítés lehetbe. Azt neki, hát éppen azért kell feltenni azt a termék megjelenítés videót, azt a feliratot. Itt már ilyenekkel köszönhetem én ön. Hát már úgy látod, tisztán rosszindulat beszél. De igaz, hogy nem ön, már te, már aki így nekem így kommentel, nem mindenki letegezek mindenkit, aki neki kommentekei. Ha teszi, hanem nem. De minden Miklós, önben van éjség, az nevezem. El nem mondjam, amikor ön elmen felvételzi, hogy nem adja el magát. Mert el nem mondom, 16 óra, 20 óra ingyen dolgozik. Akkor ő nem adta el magát. Na tessék, hát. Köszönöm ezt a negatív, durva kétését. Köszönöm, Miklós. Zsolt, kedves Zoli bácsi, én is tisztelettel kétezném, lenne, hogy jár-e ma Balaton maszkoláson. Balaton, micsoda, nem nagyon látom, az a szemüvegben nem nagyon látom. Balaton maszkoláson. Még nem jártam. Ezt küldök következő beolvasó videóban ki fogom nyomtatni a kétéseket, mert én nem nagyon látom. Kam képernyőn, nagyon rossz olvasni. Ismerős-e azok a környéken? Nem vagyok ismerős, sajnos szeretné eljutni oda, de nem, még nem jutottam el oda. Ha nem járt még ott, kérjen minél előbb portolja. Ja. Higgye el, megéri, mert igazán gyönyörű hely. Igen, meg fogom nézni, meg fogom kedves Zsolti nézni. Megnézem. Üdvözlete Fasfurker Zsolt. Na, meg fogom nézni. Köszönöm szépen. Minden fel is fogom írni. Köszönöm szépen a kétését. Akkor menjünk is tovább. Tóth Csaba kétése. Elnézést, mivel hogy lehet, hogy sokat kétezik, de megkétezhettem. Mikor lesz sushi készítés? Hú, sushi készítés. Nem tudom. Nem tudom, mert egyszer elkészítettem sushit. El kell készítem még egyszer? Nem tudom. De lehet, hogy veszek sushit, de még nem tudom. Köszönöm a kétési Csaba. Dánia, Antal Dánia. Hello, hello. Hello. Igen. Hány éves? És végig videózni fog? Hát, majd közel 53 leszek szerdán. Amikor leszek, minden megnézem. November 4-én, igen. Szerdán, jól mondtam, 4-én 53 éves leszek, töltöm be. Köszönöm a kérdését. Igen, videózni fog, ameddig élek. Legalábbis ameddig Isten ad nekem előtt, addig biztos videózni fogok. Köszönöm a kérdését, Daniel. Attila. Hú, ez is milyen bonyolult név. Löpeggel, minden Attila. Kedves Zoli bácsi, szegély Pistikével mi történt? Illetve tud-e láncfűrésre esetre tudna segíteni? Láncfűrésre elnézést, köszönöm minden jót. Hát a lázfűrésre, ne alakulj, kedves Attila, én lázfűrésre nem étek. Ami lázfűrésre még nem dolgoztam. Dolgoztam már mára mindent, a véletlen lázfűrésre még nem dolgoztam. Szeretnél segíteni, az nem tudom, dolgoztam. Hát a Pistika sajnos elhúlt, egy nap úgy látom, hogy elhúlt, és eltemettem. Köszönöm a kérdést, Attila. Kis Bikite. Akkor elvárjuk a videó alatt feliratkozó. Én nem értem, mi mond Zoli bácsi. Hát, aki nem akar érteni, biztos nem ért, mit mond, kedves Vigita. Aki nem érti, az biztos nem érti. Nem akar megérteni. Én ilyen vagyok. Én nem olyan, hogy akartam kamerá állni. Én mit is akartam én? Operatőr akartam lenni. De úgy látom, hogy senki nem mer odaállni a kamerának, akkor képtelen vagyok én, mi a bezé hibám mellett is. Na mindjárt, köszönöm a kérdését, Bigito. Menjünk tovább, hoppa, nagyon túlmentem. Gergő, Bot. Ami mindenki itt van.
Ez kérdés volt, ez nem is tudtam. Jó nagy ki, hosszú kérdés volt. Köszönöm, Jelgő. Igen. Rózsa Péter. Na, vége, valaki jól le tudja írni a nevét. Szia! Megoldottam a menedzser, vagyis micsoda? Megoldottam a menedzser kétés. Mit gondolsz a főzésbe? A mennyi idei lesz még lehetőség tartalma gyártani? Üd, Szegedi Borbé. Kedves Péter, hát meddig lesz menedzser kétés? Hát, ami kicsit dolg, nem egészen, az, amíg dolgozni kell menedzser kétése, megoldom. Ez, ami kicsi. A főzési videó még nem tudom, meddig fog folytatni. Csinálom mi a főzési videóban. Igen, csinálom, de az meddig, ezt most nem tudom megmondani, kedves Péter. De más tartalom is lesz, biztos. Akkor köszönöm a kétési Péter, menjünk tovább. Elvi Varasztó, legyen kedves a következő videóban válaszoljon a kérdésemre. Senko indukciós sütőlap barkácsolás után először mit mutat? Vagy teljesítmény? Igen, minden, mi mutassa a wattot is, teljesítményt is, és még mit is mondom, a watt az teljesíti, ugyanaz. Mutassa a hőfogot, mert be lehet állítani idő szerint. Csak mindig, én még nem nagyon voltál idő beállítása idő szerint. De minden köszönöm Kevin, Elvin, köszönöm a kérdését. Levi. Leo, mi az? Ló, valaki még néz ezt a csatornát? Ezt te neki! Kej, de köszönöm azt, hogy ezt a jó kérdést. Te köszönöm! Valaki nézi ezt a csatornát? Yeah. Mindenkinek van ellensége. Te jó! Negatív ember! Felnékülj kommentelő! Fogadom, most már kicsit lejjebb kell rendülni, ha minden meg véges lesz ma. Kelfi, tisztelettel kérdezném, az lenne, hogy mikor esik le magának, hogy az interneten mindenki úgy hívja magát, ahogy szeretné. Illetve ez a random, ételmetlen hülyeség amúgy képzelheti valaki identitását, mint a születéskor kopban normális neve. Milyen baja? De ebből semmit nem értek, esküszök. Milyen kérdéseket tudnám fel? De is egy felnékő kommentelő. Ja! Mindjárt köszönöm a kérdését. Akkor kicsi menjünk lejjebb. Na, az is jó itt a nevé. Szabó Gyula. Év nem volt ilyen kezdő videó. Te, bocsánat, mit számolok? Hát nem értem meg, bocsánat. Én nem volt ilyen kezdő videó. Ezt a neki. Abba sem értettem semmit, de mindegy. Köszönöm a kétést. Igaz, hogy értelmes lehet a nevé, csak egy kétés nem volt értelmes. Nem mindegy. Köszönöm szépen. Na jó, már most már lássa a vége, mert nem is látok, mert most már tényleg a kettes látásomban ezzel százval menni kétésre megválaszolni, vagy nem tudom, hát kétés. Na minden. Szakmári Gábor. Jó napot, Zoli Zoltán. Azt szeretnék tisztelettel megkérdezni, de tényleg megtisztelette öntől, hogy mikor volt fejsérülése, és most kell a gyógyszer szedni. Vigyázz, önnek nem tartozik. Önnek nem tartozik. Nem szedek semmi gyógyszer, csak sablakötöt. És önnek semmi köze hozzá. Az én magámban ügyem. Én ügyem. Magáéletem. Na mindjárt köszönöm a kérdését. Ezt te neki. Már úgy látom, csak rosszabbak jönnek.
Jé, te nem volna emelbe, az a jó indulat, ami van. Azt te neki. Akkor mi lesz a következő? Kolombár Kábó. Kedves Zoltán úr, nekem az lenne a kérdésem, szeretne esze feleséget, családot alapítani. Igen, már elmondta, hogy a gyereket már nem szeretném, mert fel is kell nevelni. Elmúltam már 50 éves, azt nem szeretném. Hát az élettársat igen, azt szeretném. Na köszönöm szépen a kérdését, Gábor. Akkor most menjünk le. Sapi. Maga se tud helyesen leírni, egy fél mondatot se tud. Ez miért kitétel? Azt neki. Én nem szoktam menni sehol kommentálni, mert annyi elmondanám. Köszönöm a kérdését. Na már utolsó kérdés, mert tényleg nem látok már. Krisztina. Doroki Krisztina. Jó napot, Zoli bácsi. Hol tanul meg írni? Azt neki. Nem tudom. Passz. Életiskolában tanultam meg. Kielégítő a magyarázat? Aztán jó sok kérdés, hát nagyon szomorú, valószínűleg negatív kérdések is vannak, ez egy kicsit szomorú vagyok. Látom, egyben benne éjség, mert azt mondja, hogy termék megjelenést tartalmaz az én videóim. Igen, már azok a termék, amit vettem, elmondanám, hogy nem sponzorált terméke, saját pénzemből vettem, és nem minősül reklámnak. Nem tudom letakarni, garanciás a sütő, meg a fúró, meg nem is tudom mit vettem, garanciás. És ha letakar, akkor vége a garanciára, nem javítsák meg. Remélem nem szeretném elromolni, de néhány pár így embernek mondtam el, megint elmondom, ezek a termékek saját pénzemből van, és nem minősülnek reklámnak. Hiába van termék megjelenés, nem tudom eltüntetni a márka neve. Nem pozolát, nem keresek vele pénzt. Nekem kerül pénzbe. Na minden jó, azt most hagyjuk. Néhány pár égyen, mert úgy sem tudja megéteni, mindennek hiába mondó. Lépjük is tovább. Voltak nagyon jó kommentek. Tényleg voltak olyan kommentek, ami nekem nagyon tetszett. Őt nekem föltető. Nagyon szépen megköszönöm a pozitív embereknek a kommentek. Nagyon jó kommentek voltak. Hát sajnos volt egy-kettő, ami felnékői, hát nem tudom, mi, ha valaki miért nem vállalni a nevét, ha ma kommentel, vagy nem kommentel. Hát én sem szoktam sehol menni kommentálni. Hiába Dancsolt, megkedvedem Dancsolt, mert segített egy kicsit, bár igaz, kérdésem ilyen mondott, de mindegy. De általában most nem nagyon van idő más videóért nézni. Nagyon örök, hogy most se a videómmal el tudok készíteni. Főleg most itt a járvám. Ez magam lelki, nincs akkor a lelki elő, hogy mikor elkezdtem a videózás, akkor sokkal könnyebb volt. Na mindegy, még most is nagyon szépen megköszönöm a jó kérdéseket, nagyon jó, rossz kérdések, negatívokat is megköszönöm, mert olyanokat is megköszönöm, akik még nem válták, hanem azokat is köszönöm a kérdésüket. Hát nem tudom, most tudtam-e segíteni? Jó, most már úgy gondoltam azt, hogy ezt a feliratot, most elhagyom azt a szót, hogy iratkozzál fel, kommentelnek, meg milyen feljönnek. Nem, én most azt mondom, eladom. Aki akar feliratkozni, aki akar nem. Aki akar kommentelni, mindenki rához bizony. Nagyon szépen megköszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Tovább is minden jót kívánom. Ele Zoltán, a videó info kötőle ettől. Hello, sziasztok!